Szép jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak, közönségnek és tévénézőknek egyaránt, hiszen ez ma egy hármas együttlét, egy nagyon nagyszerű csapattal, akik ezúttal kottázni fognak. Azt is mondtuk a hangos promónkban, hogy nem csak hangban lesz valami egyedi, hanem látványban is, majd hamarosan meglátják, hogy mivel készülünk. Itt van a Marosvásárhelyi Stahanov, és hamarosan be is mutatjuk önöknek ezt a fiatal csapatot, akiknek a tagjait különben már ismerhetik, hiszen nagyon-nagyon sok együttesben szerepelnek és szerepeltek. Hallgathatnak bennünket a 106,8 és 96 FM-en, illetve webkameránk segítségével élőben közvetítjük ezt a koncertet is, illetve ami jó hír, hogy az Erdély Magyar Televízió átveszi a Kotta felvételeit, november 4-én este 8 órától fogják sugározni majd ezt a koncertet. Na de maradjunk itt, szép jó estét kívánok, Molnár Ede! Szép jó estét mindenkinek, köszönöm szépen, hogy ekkora nagy számban eltetszett jönni mindenkinek, tényleg nagyon szépen köszönjük. Most mindenki nevében, és ez a hármas szám most jutott eszembe, hogy nekünk is ez a harmadik koncertünk például. Tehát, hogy ez a hármas szám, ez ma ilyen három. Háromkor találkoztunk, háromkor jöttünk ide, pakoltunk, szóval. Ez egy jó mágikus hármas szám. Ede, arra kérlek, hogy egy picit mutass be a csapatot, a zenésztársaidat, illetve azt is meséld el, hogy ez a projekt hogyan jött létre, és mit hallunk ma este. Oké, hát akkor kezdem Barnival. Madarász Barna a doboknál, Kovács Robi gitárnál, és Kusztos Dávid basszusgitárnál. Azért kezdtem velük hármukkal, mert hogy ők ugye a többé-kevésbé a Bert Clinton meg ebben a körökben, a Pinwheels körökben forogtak, és 2017 telén valami olyasmi, azt hiszem lekerültem én is a próbatermükbe, és akkor ebből a dologból így összeállt, tehát hogy dzsemelgetésekből, meg abból, hogy úgy ismerkedtünk, ugye, hogy zeneileg beszélgettünk. És engem inspirált ez a zeneműfaj, ez a punk rockos világ, mert valahol én is részese voltam ennek annó, és nagyon tetszett akkor is. Csak hogy ugye, mivel hogy a zene az kifülkészhetetlen, és rengeteg útja van, ezért én megpróbáltam mindegyikbe belemászni, és belekóstolni, és akkor így többféle műfajban is megfordultam, vagy jelen voltam. A lényeg az, hogy igen. Jó. Jó, és hát jelen is leszel, reméljük, ezzel a csapattal is, illetve hát nagyon sok más helyen is felléptek különböző felállásban. Ma este mit fogunk hallgatni, de annyit tudok, hogy többnyire ezek saját dalok, ugye? Igen. Hát kevés, most a playlistből ugye 8 dal, ami a saját, és akkor 2 átdolgozás. Igen, és akkor folytatom Szász Csabával, ugye, mert ő kimaradt ebből a mutatkozásból. Szász Csaba, vele régen, nagyon régen még zenéltünk együtt, ilyen kis kocsmazene, meg többnyire az Irish pubban ott gyűltünk mi össze, és akkor játszottuk ezeket az Eric Clapton, meg ilyen olyan dolgokat, közben Levente is, vele is nagyon régi barátom, zenésztársam. És akkor így gondoltam, hogy ő is egy olyan ember lenne, aki ezt az egész dolgot kiegészíteni a játék stílusával, meg azzal, ahogy... Persze, meg ő is ugye ott van a rengeteg zenekarban, amiben jelen van, a Moonfell az ugye, meg a Kosszika and the Hot Shots, meg színházi projektek, szóval nagyon tehetséges. És akkor itt van Molnár Ede. Igen, és hát én eztán meg amit csinálok, tehát ezután amit csinálok. Ennyi igazából, nem? De, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek, majd meglátják, hogy nem csak hangzásban lesz ez különleges, hanem látványban is, hiszen a srácok erről is gondolkodtak, vagy gondoskodtak. Még egyszer mondjuk, hogy www.marosvásárhelyiradio.ro, itt hallgathatnak és nézhetnek bennünket, illetve 106,8 és 96 FM. Köszönjük szépen a közönségnek, hogy ma este itt van velünk, Stahanov, és jó szórakozást kívánunk. Lehet sokat tapsolni.
Köszönjük szépen. Nem vagyunk túl hangosak? Jó van akkor. A következő dal az a címe Álomban ébren. Ezt majd megpróbálom a szövegben elmondani, hogy kb. Miről szól ez a dolog.
követi a nyomom, és aztán én csak elhagyom. Ott a sehol se jártam, ott a sehol se láttam még. Ott a sehol se jártam, ott a sehol se láttam még. Következő dal címe Vannak szavak. Szavak, amik kimondhatatlanok. Nincs meg a vége,
az is elég, csak nézzünk az égre, ha maradnánk, s dőlénk a felhőkre, gyorsabban haladnánk. Hátra meg elő, hátulról elő, előről hátra, hátulról elő, előre hátra, előre hátra, hátra, előre hátra, hátra. Ó, ha szűk, ha szorulna köncsebb egy kút a boldogságot, újra meg újra vannak szabad, vitathatatlanok. Egyszerűen kimondhatatlanok. Vannak szavak, utat mutatnak, elragadnak, magunkra hagynak egymásnak, megmaradnak, máskor pedig elszaladnak. Következik egy olyan dal, egy olyan érzés, egy olyan valami, amihez ugye az ember nem akar visszamenni.
következő dal címe ugyanúgy alakul. Persze, ha. És akkor a következő dal, ez egy Kovács András Ferenc vers. Remélem nem haragszik meg, hogy ezt így átvettük tőle. Bár láttam, hogy elég sokan átvették az utóbbi időben, úgyhogy remélem, hogy nem okozunk neki csalódást. Inkább így mondjam. Thank you.
Nagyon szép véghangulat. Jó. De nem lesz jó. A következő dal, amit játszani fogunk, az... Hát nem tudom, én olyan 11-12 éves lehettem, amikor nagyon nagy sláger volt. Ezt énekeltük esténként Ugrán Lórikával. Csillagok, csillagok. Ez mikor szép volt, ugye? Úgyhogy ez a szám következik. Persze picit módosítottam, hogy ne legyen ugyanaz. Úgyhogy hallgassátok szeretettel. A dal címe Szabad akarat.
Köszönöm.
Köszönjük szépen. A következő feldolgozás egy napra feldolgozás. Ezt is egy kicsit átdolgoztuk. Úgy fel, hogy át. Yeah.
Köszönjük szépen. Közben megpróbáltam magam átvergődni itt a közönség között, és olyan jó, hogy ilyen sokan itt vannak ma este. A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című tehetségkutató, hát, és népszerűsítő, inkább most már mondjuk így, népszerűsítő műsorát hallgathatják. 106,896 FM, illetve www.marosvásárhelyiradio.ro ma este. A Stahanov koncertezett itt a rádió stúdió termében. Azt hiszem, túl kicsi kezd lenni ez a rádió stúdió terme, nem? Nem úgy érzitek? Minden esetre jó volt ez a világ. Jó volt ma este itt önökkel, veletek, és még egyszer mondjuk, hogy ezt a felvételt az Erdély Magyar Televízióban 4-én vasárnap este 8 órától újra meg lehet tekinteni. Addig is még egyszer bemutatom a csapatot. Molnár Ede, Madarász Barna, Kusztos Dávid, Szász Csaba és Kovács Róbert, és egy nagy tapsot nekik. Meg kell ígér valamit. Rengeteg projekt volt, és van, amelyet még mindig képviselsz, és képviseltél. Ígérd meg, hogy ennek lesz folytatása. Hát amennyiben rajta múlik, mindenképp. Most már a srácokon is, tudod? Rajtatok is múlik, srácok. Szóval. Amúgy meg tényleg köszönjük szépen a rengeteg segítséget, meg ezt az egész mindent, ahogy összeraktuk, raktátok. Ez komoly munka voltam, hogy higgyétek el. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük a Multidekornak is a azt onnan. Meg Dávid, ja igen, és Dávidnak a projekciót, ezt ne felejtsük el, hát ez Dávid rengeteget dolgozott ezen, úgyhogy szerény, most csak szerénykedik. Igen. Kár, hogy a rádióhallgatók ezt nem láthatták, de... Hogy ne láthatták, ott van a webkameránk, és a Facebookon is élőben közvetítettük a koncertet, úgyhogy biztos, hogy senki nem maradt le semmiről, illetve a közönségnek azért jobb dolga volt itt a stúdióban, a jó melegben velünk. Hát ma este a Stahanov koncertezett itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Engedjék meg, hogy megköszönjem én is műszaki munkatársaimnak, hiszen sokan vannak, és nagyon, nagyon sokszínű a munkájuk. Tényleg nélkülük ez ma este nem jöhetett volna létre. Kacsó Tibor nélkül, aki már napok óta próbál a csapattal, úgyhogy kérek szépen egy nagy tapsot hangmérnök kollégánknak. Illetve azt... Hát akkor leülök. Üljek le? Ötös ajtónak köszönjük szépen, hogy nem süketültünk meg itt a stúdióban, és ilyen jól szólt. Aztán Álin Márisnak, Nemes Attilának és Brassa Istvánnak, valamint a képi világért Márton Lászlónak, Bodoni Emesének és Barta Zoltán kollégáinknak. Ez volt a Stahanov ma este, nagy tapsot, és akkor még egy dallal búcsúzunk. Maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió társaságában, illetve ne feledjék www.marosvásárhelyiradio.ro. Itt követhetnek bennünket, képeket is feltöltünk majd a Kotta oldalára, illetve ezen az e-mail címen várjuk továbbra is a zenekarok jelentkezését, hogyha kedvük van, akkor kottázzanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánunk! Köszönjük szépen! Köszönjük. És akkor az utolsó dalunk az... A kis angyalom címmel, vagy a címet viseli, és ez megint beszél szerintem magától. Thank you.
Köszönjük szépen! Szász Csaba! Köszönjük, Dán! Kovács Robert! Padarász Barni! Molnár Ede! Mi voltunk a Stahanov! Köszönjük szépen mindenkinek! Reméljük legközelebb, ha találkozunk, több dalt tudunk majd játszani. Most csak ennyi.